Először mutatkozott be a Színház és Filmművészeti Egyetem New Yorkban. A Magyar Főkonzulátuson a budapesti hallgatók a Magyar Kultúra Napja alkalmából kaptak lehetőséget vizsgamunkáik bemutatására. A New York-i Magyar Főkonzulátus Bartók termében fogadták a Budapesti Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatóit. A bemutatkozón két végzős hallgató díjnyertes rövidfilmjeit is levetítették. Két jó filmet szerettünk volna bemutatni, mind a kettő nagyon tehetséges diák, egy M-ás és egy B-ás hallgatóról van szó, és bennük van valami kelet-európai erős üzenet, amit aztán ezekben a filmekben átadtak. Varga Sebastian Szabolcs forgatókönyvíró a Hospice című rövidfilmjével szerepelt. Szelestei Bianca Pragma című filmje pedig a transzgenerációs problémákkal foglalkozik, amelyben a fiatal alkotó egy anya-lánya kapcsolat fejlődését mutatja be. Kíváncsi vagyok, hogy itt egy teljesen más kulturális közegben, akik lehet, hogy úgymond tehát honfitársak, de hogy ki tudja, már talán elég régóta itt élnek ebben a kultúrában, hogy vajon tényleg annyira univerzálisra sikerült-e ezt a kapcsolatot felrajzolnom. A New York-i Liszt Intézet célja az eseménnyel, hogy segítse a magyar és az amerikai egyetemek közötti kapcsolatot.